Az év legnagyobb sikere, hogy minden nehézség ellenére ismét volt pünkösdi hal és vad ünnepe és szüreti fesztivál is. Bár ez utóbbinak leginkább várt rendezvényét, a felvonulást elmosta az eső, mondta Berlinger Attila, a Babics Kulturális Központ igazgatója. A Covid súlyos károkat okozott a civil közösségek életében, és majd fél év kellett ahhoz, hogy újra éledjenek és korábbi erejükhöz méltóan tudjanak bemutatkozni. Ugyanez a tendencia mondható el az előadások látogatottságáról is, a nyár hozta meg a színházi közönség kedvét annyira, hogy ősszel már teltházas rendezvényekre kerülhetett sor. A legnagyobb kihívást az energiaárak emelkedése jelentette, mondta Berlinger Attila. Itt az őszi időszaknál a rengeteg program között azt kellett nap mint nap nézzük, hogyan tudunk megtakarítani energiát. Ebben nagyon sikeres volt a ház, kiváló technikus kollégáim vannak és a távhő munkatársaival együtt. Olyan technikai intézkedéseket tudtunk bevezetni, melynek köszönhetően több mint 60%-át meg tudtuk takarítani a késő őszi, kora téli időszakban felhasznált energiának. Így is azért a számláink emelkedtek, de mégsem abban a mértékben, ami teljes bezáráshoz kellett volna vezessen. Az energiaárak változása a jövő évi terveket is jelentősen befolyásolják, hiszen ma már a rendezvények költségvetésének 60-70%-át nem a fellépők tiszteletdíjai, hanem ezek a költségek teszik ki. Ezzel kell nagyon okosan kalkulálnunk. Abban maradtunk a város vezetőségével, a képviselőtestülettel is, hogy január-februárban többféle forgatókönyvet készítünk, többféle költségvetést készítünk, minden esetre megpróbálunk felkészülni, megpróbáljuk az árakat úgy behatárolni, hogy legalább egy-két nagy rendezvény még ezek mellett, a magas árak mellett is megvalósulhassanak. Elképzelhető, hogy szűkíteni kell a civil csoportok bemutatkozási lehetőségeinek körét, és át kell gondolni a jövőre nézve a programokat is. Számos tervünk van, de a legfontosabb, hogy a ház működőképességét folyamatosan fent tudjuk tartani, mondta Berlinger Attila.